Sziasztok! Üdvözöllek benneteket hulladék nélküli otthonomban. Köszönöm, hogy ezen a vasárnapon is csatlakoztok hozzám. Az elmúlt időszakban több üzenetet is kaptam, hogy mutassam meg, hogyan készítem a kenyerünket. A kenyérkészítés nem bonyolult dolog, viszont kell azért hozzá egy kis gyakorlás. A kenyerünket tisztán kovásszal készítem, amihez összesen két dolog kell, liszt és víz. A kovász készítésének folyamatát nálam sokkal okosabb szakemberektől tanultam meg. A videó alatt megtaláljátok az elérhetőségeiket. A kovászos kenyér készítésének első lépése, hogy az anyakovászomat kicsit felturbózom, azaz kap egy kis vizet és lisztet. A kenyérsütés folyamatát igyekszem a lehető legegyszerűbbé alakítani. A kovász felélesztéséhez nem is használok mérleget. A cél, hogy egy sűrűbb nokedli tészta állagú kovászt kapjak. Amíg a felfrissített kovász a konyhapulton pihen, addig a vízhez hozzákeverem a lisztet. Általában géppel dagasztok, de most megmutatom, hogy kézzel sem olyan bonyolult. Néha kimondottan élvezem a kézzel dagasztást, kikapcsol, megnyugtat, jó érezni a tésztának az állagát, sokkal jobban érzem azt, hogy mikor az igazi, kell-e még hozzá egy kis víz, vagy esetleg egy kis liszt. A most készülő kenyér egyébként nagyjából 400 g vizet, 150 g kovász és 600 g lisztet tartalmaz, ezzel egy nagyjából 1 kilós kenyeret kapok. A pontos receptet a leírásban megtaláljátok. Kitartó dagasztással a tészta szépen összeáll. Amíg a kovász feléled, addig ez a tészta tud egy kicsit pihenni. És amikor a kovász ilyen szép buborékossá válik, akkor hozzádagaszthatjuk a tésztához. Amikor a tésztát és a kovászt nagyjából összegyúrtuk, akkor egy pici vízzel együtt a sót is hozzá lehet keverni. Dagasztás közben, ha egy picit vizezed a kezedet, akkor sokkal könnyebben boldogulsz a tésztával. A dagasztás utolsó mozzanataként egy picit átolajozom a tésztát,
így könnyebben lesz kezelhető, amikor a tálba kerül. A tésztát most 3-4 órára a konyhapulton pihentetjük. Időközben, nagyjából óránként érdemes áthajtogatni, így akkor nagyobb buborékokat kapunk a tésztában, a kenyérben. Egyébként, ha erre a hajtogatásra nincsen alkalmatok, mert nincs rá időtök, akkor csak egész nyugodtan hagyjátok pihenni a tésztát. A pihenő időszak eltelte után jöhet a formázás, majd éjszakára megy a hűtőbe a kenyér. Az egész éjszakás hűsölés után a kenyerünk szépen megkelt, így reggel már csak annyi dolgunk marad, hogy megsüssük. A sütőbe egy tál vizet is teszek a vasedény mellé, így párásabb lesz az egész közeg. Amióta használtan sikerült megvennem ezt a vasedényt, azóta, ha lehet, még tökéletesebben sikerülnek a kenyereim. A kenyértésztát a felforrósított vasedénybe kell beleborítani, így nem fog beleragadni. Ha kérdésetek van, bátran tegyétek fel a videó alatt, de megtaláltok Instagramon vagy Facebookon is. Kellemes kenyérsütést és szép hetet kívánok nektek! Egy hét múlva találkozunk ismét, itt várlak benneteket. Sziasztok!